Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, ismét a Szeúzó rejtélyek nyomában eredünk. Elfogadta ugyanis a Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Televízió közös rendezvényére a Szeúzó kedre a meghívást Richard Ellis, a New Scotland Yard emblematikus nyomozója, aki egyébként a Szigetországban vezette a Szeúzó kincsel kapcsolatos nyomozást. Ekkor a Fehérvár Televíziónak egy exkluzív interjút is adott, ezt láthatják a ma esti köztérben. Az angol hatóságok több éven keresztül nyomoztak a Szeúzó ügyben. A szigetországi eljárást Richard Ellis, a New Scotland Yard emblematikus nyomozója irányította. A Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Televízió rendezvényére kedden a városba érkezett a brit nyomozó. Richard Ellis biztos abban, hogy a műtárgyak csalárd portéjjal kegyetlen bűncselekmény útján jutottak Londonig. A valódi áttörés 1991-ben történt a nyomozásban, amikor a kaliforniai Getty Múzeumnak felajánlották a Szeúzó kincseket megvásárlásra. Addigra már az is látható volt, hogy ez egy az 1980-as évekre visszanyúló történet és egy felépített piacra bocsájtás volt. Ekkor fordult aktív szakaszába a nyomozás. A Getty Múzeum átadta a Scotland Yard számára betekintésre az iratokat. Hogyan és milyen körülmények között került kapcsolatba a Szeúzó kincsel? Well, the story for me started with a phone call. Elsőként akkor kerültem kapcsolatba ezzel a történettel, amikor egy nagyon komoly és elismert újság cikkében olvastam erről, majd ezt követően még ugyanaznap, amint beértem az autóval a munkahelyemre, egy telefonhívást kaptam, amely tulajdonképpen ezzel kapcsolatos volt, és valamiféle ezüst kincs nyomának a felkutatására irányult ez a megkeresés. Rögtön ezt követően New Yorkban volt egy olyan kiállítás, ami ehhez szorosan kapcsolódott, és ezek a szálak elkezdtek összejönni, de nagyon ellentmondásos információk álltak rendelkezésre akkoriban. Azt viszont bizton állíthattuk, hogy valamiféle nyomozást el kell indítani a Scotland Yardon, mert ugyan a Scotland Yardnak elsősorban nem területe a nem Nagy-Britanniában elkövetett bűnesetek, de azt már sejtettük, hogy valamiféle független nyomozó hatóságként a Scotland Yard is be kell vonódni, hiszen Nagy-Britanniába is átnyúltak a történet szálai. Ekkor már tulajdonképpen a Sotheby's kiállítás, illetve az aukciós háznak is érintettsége volt a történetben, és ezért egyre nőtt a nyomás a Scotland Yardon, hogy elkezdjék a nyomozást megindítani, hiszen nem csak brit érdekeltségek szálak, hanem tulajdonképpen egy büntény is kezdett felsejleni. Ekkoriban már a kormányok is olyan értelemben elkezdtek bevonódni a történetbe, hogy Jugoszlávia és Libanon is tulajdonképpen igényt támasztott a Szeúzó kincsekre, és a szálak oda vezettek, hogy talán valóban Libanon lehet a jogosa ennek a kincsnek, hiszen bemutattak olyan dokumentumokat, amelyek ezt támasztották alá, későbbiekben ezek a dokumentumok megkérdőjeleződtek. De ettől függetlenül a brit kormány, a libanoni kormány és az akkori jugoszláv kormány elkezdett ezzel az üggyel foglalkozni, és a külügyminisztérium megbízásából a Scotland Yardnál landolt végül is az egész kérdés, pont azért, hogy egy erőteljes kivizsgálás meginduljon. Ami Magyarországot illeti, hogy hogyan kapcsolódik a történetbe, Magyarország és a magyar bűnügyi nyomozóhatóságok is jelezték, hogy mindenképpen Magyarország is igényt tart a Szeúzó kincsekre, mert úgy gondolják, hogy valamilyen szálon kötődik az országhoz, úgyhogy most már három ország is nyomozati igényt jelentett be. És itt az volt a lényeg, hogy nem is sejtették ekkoriban, hogy Nagy-Britanniában bármi konkrét elhelyezkedése lenne ezeknek a kincseknek. Ez később derült ki, hogy London valójában jelentős szerepet vállal, és hogy nem csak helyszíne a Szeúzó kincsek állomásosztatásának, hanem bizonyos bűntények, bűnesetek ott történhetnek, amelyek a kincsek forgalmazásával, jog átadásával, birtoklásával kapcsolatos esetek, és ezt mindenképpen a Scotland Yardnak kell kivizsgálnia. Ezen a ponton vált nyilvánvalóvá, hogy az országok, a három ország, amely bejelentette igényét, és Nagy-Britannia között egy diplomáciai és bűnüldözési együttműködés tudja csak ezeket a kincseket felkutatni. Tulajdonképpen ebben a folyamatban volt az én szerepem, egy ilyen összekötő szerep, koordinátor szerep. Within our own jurisdiction that needed to be investigated. So it became, if you like, a full-blown criminal investigation
which I was now investigating. Hogyan sikerült feltérképezni a kincsnek az útját mondjuk Londonig, illetve ugye többször nyilatkozta, azt hiszem a BBC-nek is talán, hogy már nem kérdés az a szakemberek a számára, hogy Magyarországról került ki ez a kincs. London tulajdonképpen úgy került a történetbe, hogy amikor ezek a kincsek a műkincspiacra kerültek, akkor London mint a műkincspiac egyik központi lokációja, ott jöttek felszínre ezek a szálak, azok az fontos emberek, akik ebben a történetben részt vettek, így például a libanoni üzletember és a szerb származású ügynök, akik azzal foglalkoztak, hogy értékesítsék, piacra dobják a szeúzó kincseket. Azt az utat járták be, hogy egy bécsi irodán keresztül próbálták értékesíteni, az európai műkincspiacra dobni, és a londoni iroda szolgált ennek színteréül. Így aztán London tulajdonképpen olyan színhelyévé is vált a történetnek, ahol ez a bünténysorozat, vagy mindenképpen jogilag kérdőjeles történet megvalósulni látszódott, és itt a Sotheby's-nek a megbízottjához felajánlották a műkincset megvásárlásra, tehát ez volt az a pont, ahol alapvetően megkérdőjelezett a jogiság és a jogossága ennek a műkincsnek, tehát az, hogy a piacra dobható, és jogilag ez rendben van. Igazán az érdekes része a történetnek akkor kezdődött, és akkor kezdtünk gyanút fogni, amikor a gyakorisága ezeknek a felbukkanásoknak fokozódott. Az első darabot, amelyet a bécsi irodán keresztül felajánlottak, az tulajdonképpen már szintén nagyon gyorsan ment át a kezeken, és a Peter Wilsonnak felajánlották megvásárlásra ezt a darabot. A második darab feltűnően gyorsan követte az elsőt, és itt a második darab beérkezése és piacra kínálását követően viszont az volt az érdekes, hogy ez a libanoni érdekeltségű üzletember abban volt szerepe, hogy megállt a folyamat, mert nem tudtak megegyezni a felajánlott ezüst tárgy árával kapcsolatban. És innentől kezdve ugye megakadtak a tárgyalások, és újból felszínre kerültek a problémák. Egy fantasztikus olyan tállal tért vissza a saját kézipodgyászában ez a libanoni érdekeltségű úriember, ami kézipodgyászban ugye feltűnő darab. Az volt a fordulópont a történetben, amikor ez a libanoni üzletember azzal, hogy a csomagjában szállította ezt a bizonyos tálat, tulajdonképpen bizonyítékot szolgáltatott, és ráadásul másnap ő a British Museumnak felajánlotta megvásárlásra ezt az ezüst tárgyat, valamint fotókat készített róla, amelyeket bemutatott a British Museumban. Maga a fotó, illetve a erről a találkozóról, a British Museumba történt látogatásáról történt jegyzék volt az első számú bizonyítéka annak, hogy itt a műkincspiacra egy olyan ezüst tárgy került, amelynek ugye bizonytalan a hovatartozása, és ez segítette azt is a nyomozásban, hogy egy úgynevezett idővonalat elkezdjünk felállítani. Tulajdonképpen az, ahogy a másolatot készített a tárgyakról, fotomásolatot, és utána megkezdte a tárgyalásokat az árról és az értékesítésről, ez mindez három napot vett igénybe, tehát túl gyors volt a folyamat, feltűnően gyors volt a folyamat. So over the years that it took to investigate this case. Az is egy újabb fordulópont volt az évek során, a nyomozati évek során, hogy a libanoni száról kiderült, hogy hamisított dokumentumok alapján ajánlották fel a Getty Múzeumnak az értékesítést. Which the Getty Museum actually when they were offered the silver had found to be forged. Egy érdekes momentuma volt a nyomozati munkámnak, és így személyesen is a nyomozati munka során azt tapasztaltam, hogy áttörési pontot értünk el, amikor a Scotland Yard bekapcsolódott az ügybe, ugyanis a Getty Múzeummal, amely Kaliforniában található, nagyon szoros együttműködést alakítottunk ki a kincsek hátterének felkutatásáról, és amikor erről a libanoni száról kiderült, hogy megalapozatlan, sőt, okmányhamisítás mögötte, és kiderült az is, hogy Peter Wilson és az ő ügyvédje hamisították ezeket az iratokat, akkor elég sokat kellett utána járni és utazni ahhoz, hogy az összes szálat elkezdjük felkutatni. Egyébként ez a nyomozói munkának az egyik árnyoldala, ha úgy mondhatom, az, hogy nagyon sokat kell utazni, de azért közben ellátogattam Magyarországra is. Korban több tárgyat is említett, ennek sikerült-e utána menni? Lehet-e, hogy az ismert 14-nél több tárgyból áll a szeúzó kincs együttese, illetve ütközött-e mondjuk akadályokba, akadályozta
említette azt, hogy a Lord milyen befolyásos ember az ő munkáját, illetve egy telefonhívást is többen emlegetnek, ahol a Lord ügyvédje ugye tudott már a tervezett lépésekről, és nem vették őrizetbe a Lordot. I said the Getty file was critical to a Getty Múzeumnak olyan dokumentációja állt rendelkezésre, amely mindenképpen aláhúzta azt, hogy itt jogügyletek is vannak a háttérben, és eljuttattak minket ahhoz a szálhoz, ahol ez a Peter Wilson nevezető úr, aki 1984-ben elhunyt, az ő általa megnevezett és megbízott ügyvéd folytatta a jogi procedúrát tulajdonképpen az ő nevében. Viszont ugye az ő cége nagyon trükkösen már nem vállalta azt, hogy Lord Northampton valójában ebben a történetben mint megbízó szerepelt, hanem azt mondták, hogy az a trust, az az alapítvány, amely kezeli a vagyont, ők foglalkoztak a kincsek forgalmazásával és piacra bocsátásával. És itt azért egyre gyanúsabbá váltak a szálak, mert ekkoriban már egy másik, egy újabb ügyvédet bízott meg a Lord a képviseletével, és ez az új jogi szakértő viszont föltárta azokat a dokumentumokat, amelyek már lehetővé tették, hogy a Scotland Yard nagyon aktív nyomozásba kezdjen, és itt az is kiderült, hogy tulajdonképpen azok az országok, amelyek kibocsátanak, vagy kibocsáthatnak olyan engedélyt, amellyel exportálni lehet egy ország műkincseit, ami egyébként nyilván nem érdeke egy országnak, hogy kikerüljen a műkincs az országhatáron túl. Ezeknek az országoknak a száma viszonylag korlátozott, és Jugoszláviáról ki is derült, illetve a későbbi Horvátországról, hogy ők nem bocsájtottak ki ilyen dokumentumot, így aztán az a rész a történetben le is záródott, hogy ők jogos tulajdonosként itt fellépjenek. Itt vált világossá ezen a ponton, hogy mivel Corbyn marketing tevékenysége során a 14-nél jóval több ezüst tárgy forgalmazását, vagy reklámozását, vagy piacra dobását kezdeményezte, ráadásul a Lord nevében is. Ezért mindenképpen fölmerült a kérdés, hogy egyrészt ez a nyomozati szakasz és a bizonyítékok alátámasztják, hogy vannak még a 14-en jóval meghaladó, ezt a számot jóval meghaladó számú kincs, másrészt pedig itt ért össze az a tudományos szál is, ami a tudományos kutatók mindig is, a romanológusok mindig is azt mondták, hogy a szeúzó kincsek között olyan tányérok, poharak, tálak, kanalak és olyan ezüst használati, illetve dísztárgyaknak kell még lennie, amelyeket eddig nem találtunk meg, de vélhetőleg és minden jel arra mutat, hogy vannak. A jelen helyzetben az a feladat, hogy ezeket megtaláljuk, és számomra ez a legérdekesebb része most a történetnek, hogy újból van feladatunk a nyomozattal, újból meg kell találni ezeket a kincseket. És a Lord miért van még szabadrábon? Mentünk a nyomozati terhek alól, nem volt bizonyíték az ő konkrét személyes bűnügyi tettére, ami alapján elítélhető lett volna. Igazából az volt a nagyon trükkös helyzet a Lord Northamptonnal kapcsolatban, hogy az a két ügynök, a libanoni és a szerb ügynök, aki őt felhasználta a történetben, hogy amikor tőkeinjekció és befektetés kellett ahhoz, hogy a többi részét a szeúzókincseknek fel tudják vásárolni, akkor ő ezt a nevét adta, és a maga a trust, illetve ez az alapítvány, és az ő neve alatt futott. Tehát ő tulajdonképpen egy pénzügyi segítő, támogató szerepet látott el a történetben, ami jó hiszeműséget vélünk mögötte, hiszen ő abban volt érdekelt, hogy megmentsék a kincseket, és egy gyűjteménybe összehozzák, ehhez biztosított anyagi forrást. A szeúzó kincseknek a nyomozását Angliában vezette. Gyanús volt az is, hogy az első műkincset követően túl gyorsan került a piacra a második tárgy. Halim Corban, a szeúzó kincseket értékesítő libanoni műkincskereskedő, a British Múzeumnak ajánlott fel megvételre szeúzóhoz tartozó tárgyat. Erről a tárgyalásról fotó és feljegyzés is készült. A nyomozó egy érdekes összefüggésre is felhívta a figyelmet Süveg József halálával kapcsolatban. Immediately the plate was shown
Ami ezután történt, az valóban nagyon érdekes része a történetnek, mert amikor Peter Wilson és társai megvásárolták, három napon belül ez a bizonyos szerencsétlen tragédia Magyarországon bekövetkezett, amikor is a Sümeg József meghalt, azóta is úgy tudom tisztázatlan körülmények között. Elíz Nyomozó és Hajdú Éva több alkalommal egyeztettek és együtt dolgoztak a Szeúzó rejtély kapcsán. A Scotland Yard és a Vukán Béla vezette itthoni nyomozás során is több tárgy körvonalazódott a most ismert 14 darabnál. Amikor ma délután sétáltunk a múzeumban Évával, és szemrevételeztük a kincseket újból, akkor ugye arról beszéltünk, hogy ezek a vázlatok milyenek, és a vázlatokat ról kezdtünk beszélgetést. Talán Éva szeretne egy kicsit erről részletesebben mondani. Egy tárgyat említettünk részletesebben, ugye, hogy van olyan tanunk, van olyan magyar tanunk, aki egy ovális formájú táj, ovális alakú tárról beszél, és egy ovális alakú tálat ajánlottak föl a Getty Múzeumnak Amerikában, és ezt a tálat nem ismerjük, tehát valószínűleg ez valahol rejtve van, de megvan, és ez itt innen került elő. Tehát egy tárról kétféle forrásból is hallottunk már, mert ennek a tálnak a formája, az különbözik a többiekétől. Egyébként ilyen esetben mondjuk, mint a Szeúzó kincs, a 10 millió forintos nyomra vezetői díj az elég vagy kevés lehet? Egyáltalán él még ez? 20 évvel ezelőtt is ennyi volt, de... Igen, tehát hogy 20 év alatt ez az összeg nem változott, vajon miért? Nem lehet, hogy kicsit motiváltabbak lennének az emberek? Hát mindig felmerül, hogy kicsit többet kellene. Én éppen a múlt héten beszéltem valakivel, aki a minisztériumban pozícióban van, és azt mondta, hogy ő megint javasolta a 100 milliót. Nem tudni, hogy lesz eredménye vagy sem, most megint valamilyen hát lehet, hogy egy 100 írás, milliónál megszaporodnának megint, a tárgyak. Igen, megint van valami írásbeli javaslat arról, hogy ez ne 10 millió legyen, 100 millió, hát nem tudom, hogy végül átmegy-e. Ugye itt a tárgyaknak a száma az több esetben is felmerült, mert Móri Erzsébet újságíró kollégánk is ezzel kapcsolatban, illetve Dénes József is ezzel kapcsolatban érdeklődött. Itt most hallottunk ugye egy svájci vonalról, egy ovális tárról. Hány esetben lehet sejtés a nyomozás során, vagy akár Éva, a te munkád során hány tárgy merült fel, ahol mondjuk több ponton is megerősítése került az, hogy ez a Szeúzóhoz tartozik? Ez folyamatosan felmerülő kérdés, és mindig csak ugyanazt tudjuk válaszolni, tehát a tanúk 40 tárgyról beszélnek, és két üstről. Ismerünk egy üstöt, és 14 tárgyat. Tehát valahol mondjuk, ha ez így igaz, akkor mondjuk 26 kóborol valahol. Lehet, hogy ebből a 26-ba tartozik bele az a két tál, amiről biztosan tudunk, és van ugye egy harmadik tárgy, amiről azt se tudjuk pontosan, hogy micsoda, ez a svájci gyűjtőnél, az Ortiz nevű gyűjtőnél van, George Ortiz, aki meghalt egy pár évvel ezelőtt, egy nagyon komoly gyűjtő volt. Ő mindig azt mondta, hogy van nála egy darab, de sose mondta meg, hogy micsoda. Azt nem tudjuk, és ezen kívül ugye van egy dokumentumunk, amiről a Dick is beszélt, hogy volt egy ajánlat a korban részéről a Northampton felé, hogy 250 vagy 50 tárgyat még felajánl, de ezt viszont senki nem látta. Tehát ez csak egy ajánlat volt. Tehát ezek között, a számok között a 14 plusz az üst, és a 250 között tessék. És ennek a Scotland Yard sem ment utána a Corbyn-féle számnak? Ha tudtuk volna, hogy merre menjünk. What if we knew where to check?
Akik még ebben az egész történetben jelentős szerepet játszottak, az az a két ügyvéd, aki Peter Wilsont és Lord Northamptont képviselték. Az ő szerepük tulajdonképpen a műkincsek kezelésében, illetve a jogi procedúrának a bonyolításában, jogi kezelésében mindenképpen fontos megemlíteni. A kiinduló pontunk az volt, az az állítás, mely szerint Libanonból a Bekavölgyből származnak a kincsek. És ez az állítás a történészek és kutatók számára azért is fontos kutatási pont vagy kérdés volt, mert az egész kelet-római birodalomnak a fennállásával és szerepével, terjeszkedésével kapcsolatban fontos leletnek számított. Ez a IV. Századi leletről beszélünk. A következő fázis, amikor már a Scotland Yard aktívabb cselekvése határozta el magát, mint szervezet, bűnüldöző szervezet, az az volt, amikor a különböző szereplőit, az egyéneket, akiknek a neve felmerült jelentős szereplőként a történetben, elkezdtük behívni és kihallgatni. Ezeknek a kihallgatásoknak azért az volt az közös vonása és érdekessége, hogy amikor Lord Northamptonhoz értünk, és őt szerettük volna megkérdezni, kihallgatni és a részleteket tőle megtudni, akkor mindannyiszor, ahányszor felkerestük, vagy megkerestük őt és behívtuk, az ügyvédei valamilyen kibúvóval mindig elérték, hogy ne kelljen vele beszélnünk. Ez is egy olyan nagyon gyanús elem volt, ami arra sarkalt minket, hogy más módszereket dolgozzunk és más utakat válasszunk. A nyomozás korai szakaszában azzal szembesültünk, hogy nagyon érdekes az igény, amelyet három kormány is benyújtott a jogos birtokos elnevezésére a szeúzó kincseknek. A három kormány, amelyet már korábban is említettünk, az nyilván a jugoszláv, a libanoni és a magyar kormány. Mind a három kormány úgy érezte, illetve úgy gondolta, hogy vannak a birtokában olyan bizonyítékok, amelyekre hivatkozhatnak a kincsek jogos birtoklásáért. Viszont az első érv, amelyet a libanoni kormány felhozott, az az, hogy az export kiviteli engedélyek rendben voltak. Mint tudjuk, ezek később kiderült, hogy nem voltak rendben. A jugoszláv igény pedig egész egyszerűen nem volt megalapozott, tehát nem volt az a bizonyíték elegendő, amelynek segítségével elhihettük volna, hogy hozzájuk, illetve Horvátországhoz tartozik a kincs. Említette, hogy a libanoniaknak és a jugoszlávoknak már feltűnt, vagy maguknál feltűnt, hogy gyanús. Tehát az egész leletre beadott igényük nálunk nem tűnt fel. Tehát a magyar igénynek nem tűnt fel. Ugye I think the Hungarian claim was very different. Teljesen más az alapja Magyarország igényének. Míg a libanoniaknál az volt a helyzet, hogy tulajdonképpen ők az egész esetet arra, vagy az egész igényüket arra alapozták, hogy a Sotheby's-nél Lord Northampton is azzal érvelt, hogy ezek libanoni eredetű kincsek, tehát ha libanoni eredetűek, akkor vissza kell őket téríteni Libanonba, és ez ilyen egyszerű szerintük. A jugoszláv igény az tulajdonképpen egy médiában is eléggé publikussá vált, és eléggé részleteiben is ismertetett igény volt. Valóban sok részletet ismertettek, ami úgy vélhetőleg alátámasztotta ezt az igény, de amikor kivizsgáltuk a jogosságát ennek a tulajdoni bejelentésnek, akkor ez abszolút megalapozatlannak tűnt. A magyar igény viszont egyáltalán nem tűnt megalapozatlannak, hiszen tulajdonképpen amikor Sümegi József polgáriban egy leletegyüttest talált, akkor ez az 1978-as felfedezés, és azok a fotók, amelyeket a Sotheby's kiküldött azoknak a nemzeteknek, ahol a római birodalomnak a leletegyütteseit vélték felfedezni, vagy történészek és régészek által bizonyított volt, hogy a római birodalom ezeken az országokon és területeken ott volt, akkor összecsengett a két történet, tehát az akkor talált leletek, illetve a szeúzó kincsek fényképei összecsengést mutattak. Tehát itt Magyarország esetében ez nem volt annyira indokolatlan, és sokkal megalapozottabbnak tűnt az igény.
Na, semmiképpen nem merült fel, hogy jogos az igényünk. Well, as we progressed the investigation, az volt a nagyon egyszerű helyzet, hogy amint a nyomozati szakaszban egyre több feltáráló munkát végeztünk, egyre több bizonyíték szólt amellett, hogy a magyar eredet valójában indokolt, és mondjuk Jugoszláviával ellentétben, ahol azt tártuk fel, hogy nincsen bizonyíték, Magyarország esetében egyre nőtt a bizonyítékok száma. Igen, ez már a nyomozás gondolom későbbi szakasza volt. De ugye a nyomozásnak még az első szakaszánál, ha jól gondolom, volt az a bizonyos New York-i per, amit mi elvesztettünk. If I can say something on the New York lawsuit, that ami a nyomozatnak a szakaszait, illetve az időbeni elhelyezkedését vagy tájolását illeti, az első olyan áttörés az 1990-es évek elejére tehető, amikor is New Yorkban a Sotheby's-nek felajánlásra kerültek a kincsek. 1993-ban volt egy ilyen fordulópont, de már tulajdonképpen 90-től a köztudatban bekerültek a kincsek, és egyre több részletet meg lehetett róluk ismerni. A valódi áttörés a nyomozásban 91-ben számomra 91-ben történt, amikor is a kaliforniai Getty Múzeumnak felajánlották a kincseket megvásárlásra, és ez tulajdonképpen egy 1980-as évek elejére visszamutató történet, tehát ez egy felépített piacra bocsájtás volt, ami a Getty Múzeum esetében 90-es évekre csúcsosodott, és ekkor jött be a köztudatba az, hogy itt valami nincs rendben, és a nyomozást aktív fázisba kell fordítani. The Getty Museum instantly asked if we would like their file. Azonnal cselekednünk kellett, és éreztem, hogy itt az időnyomás az nagyon-nagyon fontos, ezért megkértem az egyik kollégámat, hogy azonnal üljön gépre és repüljön Kaliforniába, mielőtt még a Getty Múzeum vezetői meggondolnák magukat, és készítsen fotókat a műkincsekről. Ez volt az egyik legfontosabb dolog, amit a kincsek feltárásában és bebiztosításában számunkra a Scotland Yardnál úgy éreztem, hogy meg kell tenni. De mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a Getty Múzeum volt az, aki megkeresett minket azzal, hogy felajánlja a birtokában lévő dokumentumokat, a Scotland Yardnak betekintést ad. Amikor a Getty Múzeumban megismertük ezeket az anyagokat, akkor jött a döbbenet ideje, ugyanis addig azt gondoltuk, hogy az Egyesült Királyság messze van a történettől, és nincsen szerepe, jelentős szerepe benne, és a Scotland Yard az egy független külső nyomozati szervként van felkérve a Getty Múzeum által. Viszont ezen a ponton rá kellett jönnünk, hogy Londonnak igenis nagyon nagy szerepe van, nagyobb, mint gondoltuk. Konkrétan az üzleti különböző lépések helyszíne London volt, erre bizonyíték pedig azok a számlák, azok a dátumok, találkozók és eladási folyamat maga, amelyre ezek a számlák bizonyosságot szolgáltak, és ez a Coburn és Wilson urak közötti megállapodások és eladási folyamat bizonyítékai voltak. A következő nyomozati szakaszban odaérkeztett a Scotland Yard, hogy felismerték azt, hogy a Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság már eléggé benne van a történetben. Konkrétan arra gondolunk itt, hogy a bűnüldözési szerv rájött, hogy itt egy olyan bűnügyről van szó, illetve több bűnügy összefonódó szálairól van szó, amelyet nem lehet hagyni, hogy kivizsgálás nélkül maradjon, illetve a brit jogrend által büntetendő cselekedetek is vannak, amelyek Nagy-Britannia területén követtek el. Ezen a ponton azért is volt fordulópont még a szeúzókincsek történetében, mert Lord Northampton, illetve az ügyvéde stratégiát váltott, és az ügyvéd egész egyszerűen lemondott a szerepköréről, és Lord Northamptonnak új ügyvédet kellett keresnie. Ez az új ügyvéd viszont már együttműködő volt a Scotland Yarddal, és segítette a nyomozást a következő szakaszba lépni.
A következő felfedezésünk a nyomozás során az azt mutatta, illetve odaérkeztünk, hogy sikerült ennek az egész bűnsorozatnak, bünténsorozatnak az időbeni sorozatát, illetve időbeni elhelyezkedését beazonosítani, és azokat az embereket is, akik személyesen valamilyen szerepet játszottak a kincsek értékesítésében. Ekkor tisztult le számunkra az, hogy erős bizonyítékok vannak most már egyre erősödő számú és növekvő számú bizonyíték arra, hogy Magyarország valójában a kincsek eredeti helye, és polgári az a hely, ahol a kincsek, ahonnan az a kincsek eredeztethetők, illetve ahogy összeraktuk ezeket az elemeket és történeteket, és az a résztvevő embereknek a szerepét, az is nyilvánvalóvá vált, hogy Bécs fontos szerepet játszott a történetben, mint transfer állomás. Bécsben, a Hilton Hotelben volt ennek a bizonyos Halim Coburn úrnak az a értékesítő pontja, ahol ő felkínálta ezeket a tárgyakat értékesítésre. A tanúk két üstről és legalább 40 darabról beszélnek. A Getty Múzeum nyilatkozata, a felkínált két tárgyról készült fotó is ezt erősíti. Halim Corban levelében az angol rornak további 250 darab hozzátartozó apró tárgyat, poharakat és kanalakat ajánlott megvételre. A lordot nem érdekelte a lehetőség, és azóta sem tudni, hogy léteznek-e ezek a tárgyak. I think anything is possible in an open market. Másodlagosan vannak olyan felajánlott tárgyak, amelyek nagyon nagy valószínűséggel köthetőek a szeúzó kincsekhez, akkor azt kell feltételeznünk, hogy nagy valószínűséggel sokkal több tárgy van. Amiről konkrétumot tudok, az egy svájci gyűjtőnél egy bizonyos szeúzó tárgy. A svájci széfen kívül még pihenhetnek tárgyak, talán itthon is. A Szeúzókat teljes felvételét november 21-én láthatják 20 óra 15 perctől a Fehérvár televízióban. Kedves nézőink, ez volt már a Köztér, legközelebb november 21-én jelentkezik egyébként majd a Szeúzókat a Szent István Király Múzeum szervezésében, valamint a Fehérvár Televízió szervezésében. A helyszín pedig a Szent István Művelődési Ház lesz ismét, 17 órától számítunk majd a figyelmükre. Hogyha tehetik, akkor pedig menjenek el vasárnapig a múzeumba, hiszen november 19-én este 10 óráig lehet megtekinteni a szeúzó kincseket, a 14 műtárgyat itt Székesfehérváron. Viszontlátásra, szép estét kívánok!